Választási eredmény, sokan voltak szavazni, háború vagy béke, ez volt a tét, karcagi eredmény várunk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 4-én 18 óra 5 perckor. Történelmi győzelmet aratott a Fidesz és F. Kovács Sándor. Újabb Fidesz kétharmad, kudarcot vallott a baloldali összefogás, kétharmados arányjal a Fidesz-KDNP nyerte a 2022-es országgyűlési választást 97,3%-os feldolgozottság mellett. A leadott szavazatok összesítése után a hármas számú egyéni választókerület eredményei a következőképpen alakultak a Nemzeti Választási Iroda szerint. A választást F. Kovács Sándor, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte 27.994 szavazattal. Lukács László György, a DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum párbeszéd jelöltje 12.299 szavazatot kapott. Somlai Róbert, a Mi Hazánk mozgalom jelöltje, 2276 szavazatot kapott. Halmi Bálint Ferenc, a Megoldás mozgalom jelöltje, 427 szavazatot, Nagy József, a Munkáspárt és az Iszom jelöltje 206 szavazatot kapott. A szokatlan tavaszi időjárás ellenére is sokan elmentek szavazni Karcagon. Miért tartottad fontosnak, hogy elgyere szavazni? Hát szerintem nagyon fontos a mai világban, hogy felelősséget vállaljunk egyébként akár a saját környezetünkért, akár bármilyen ember számára, aki Magyarországon él és magyarnak vallja magát, mert tényleg, hogyha nem foglalkozunk vele, akkor igazából hiába, van egy ilyen idézet is, hogy hiába, ha valaki nem foglalkozik a politikával, a politika foglalkozik velünk, tehát mindenképpen fontosnak tartottam, hogy eljöjjek és buzdítsam másokat is, hogy jöjjenek el szavazni. Úgy tudom, hogy első szavazó voltál, tehát először szavaztál. Igen, elsőnek jöttem, és nagy-nagy örömmel már vártam egyébként, hogy eljöhessek. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Nagyon fontosnak tartottam a családom érdekében. Mindenféleképpen őket helyezem előtérbe. Az ő jövőjük a legfontosabb számomra. Ezért is hoztál őket is, hogy lássák, hogy ez milyen? Igen, igen. Mindenféleképpen, hogy példát lássanak és mutassak nekik. Így van. És akkor ezt ők most hogyan fogták föl? Tehát beszélgettek előtte otthon erről, hogy most mi fog történni? Igen, elmondtam nekik, hogy bejövünk egy szavazóhelyiségbe, a Györfi István Múzeumba, és akkor itt fogunk, titkos szavazás van, anya beixeleli a odaélendőt, és akkor lezárjuk a borítékot. Igen, tudja. És ebben a hideg időben is fontos volt, hogy eljöjjenek akkor ezek szerint. Mindenféleképpen, ha esik, ha fúj, akkor is jövünk, így van. Mindig fontosnak tartom, akárhányszor van egy választás, mert az ember szabadon választhat, és maga dönthet arról, hogy tényleg neki mit szeretne, tehát melyik pártot választa, vagy hogyan érzi ezt a dolgot, hogy melyik pártal jobb lesz az együtt az eltöltött évek, vagy a, meg hát a családnak, meg az egész társadalomnak nem mindegy, hogy hogyan van. És ezt fontosnak tartom. Igen, igen, de ez nem baj. Egyáltalán nem, abszolút nem. Hát ez szerintem mindenki maga érzi, hogy eljöjjön-e, de szerintem igen, megteszi legtöbb ember, aki úgy érez, hogy kell, meg már szavazat képes, tehát a 18 éven felülieknek. És csak még azok lehet, hogy nem annyira fontosnak tartják, de hát azért már alakul szerintem. Abban is változás van, hogy sok fiatal eljön. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Először is egyetértek azzal, hogy a szavazás az tényleg a demokrácia ünnepe, tehát meg kell tennünk ezt mindig. Azon kívül a jelenlegi helyzetben nagyon nem mindegy, hogy ki viszi tovább az országot. Egyénileg is és közösségileg is igen fontos, hogy milyen irányba megyünk tovább. Családban otthon erről beszéltek, vagy mindenki a saját döntését hozza meg? Mindenki a saját döntését hozza meg, természetesen a családban azért mindenkinek van egyéni véleménye, de azt, hogy kérem milyen irányra, ezt nem beszéljük meg, ez mindenkinek a személyes dolga. Nem éppen jó idő van, de akkor ezt sem tartotta otthon. Abszolút, tehát én soha életemben nem hiányoztam meg, és nem is fogok országgyűlési képviselő választásról, szavazásról. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy egy kicsit fúj a szél, mert kicsit hideg van, tehát ez fontosabb annál. Április 3-án reggel 6 órakor minden karcagi szavazókörben rendben elkezdődött a szavazás.
F. Kovács Sándor képviselőről beszélgettünk, miután leadta a szavazatát. Mi a tétje a mai választásoknak országos szinten és karcagi szinten? Hatalmas a tétje. Mondhatnám azt, hogy európai tétje van a magyarországi választásoknak, hiszen Magyarország megmarad-e a józan békepárti gondolkodás mellett és irányítás mellett, vagy belesodródik a háborúba, hiszen vannak ilyen hangok. Vannak olyan hangok, akik azt szeretnék, hogyha Magyarország is egy ilyen ország lenne. Én azt gondolom, hogy a békére és a biztonságra kell szavaznunk, és hát fontos az, hogy megmaradjon az az elért eredmény az elmúlt 10 évben, 12 évben elértünk, hogy a családokat támogatjuk, hogy a magyar vállalkozásokat támogatjuk, hogy a nyugdíjasokat támogatjuk. Én azt gondolom, hogy ebben az irányba kell haladnunk. Tehát Magyarország jövője a tét, Magyarország békéje és biztonsága a tét. 9 órakor beszélgettünk, és már elég sokan jöttek ebben a körzetben is, és folyamatosan érkeznek. Ön szerint magas lesz a részvételi arány? Úgy gondolom, hogy a rossz időjárás ellenére is magas lesz a részvételi arány, hiszen az emberek átérzik azt, hogy sorsfordító pillanatokat éltünk meg, hiszen Magyarország ilyen helyzetben még nem volt. Hiszen 1945 után, amikor a II. Világháború befejeződött, nem volt olyan, hogy igazából komoly háború legyen a szomszédunkban, és nem volt olyan, hogy magyar politikusok szerettek volna akár a háborús konfliktusba a fegyverszállítás, akár magyar katonák küldésén is bekerült. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni, és azt gondolom, hogy a józanul gondolkozó magyar emberek is szeretnék ezt megakadályozni. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is leadta a szavazatát, fontosnak tartja ezt a mai választást. Mit jelent ez a város és az ország szempontjából? Nagyon fontos a mai választás, és én bízom abban, hogy a magyar emberek, a nagykunsági és karcagi emberek a békére és a fejlődésre szavaznak. Békében tudunk gyarapodni, erősödni, és a fejlődése pedig szüksége van az országnak, a térségünknek és a városunknak egyaránt. Én látom azt, hogy nagyon sokan jönnek egyébként szavazni, és ez biztató, és az idő is javul. Eső is volt, ami kell a mezőgazdaságnak, úgyhogy bízok abban, hogy a jó Isten megsegít bennünket, és marad a kormányzás folyamatossága. Akkor ezek szerint több magas részvételi arányra számít? Én úgy látom, hogy Karcagon, ami a Fidesznek egy nagyon régi bázisa, az egyik legrégebbi, legerősebb fideszes város, úgy, hogy lenni szokott, általában magas részvétel mellett fog majd megtörténni a mai választás. Szepesi Tibor polgármester úrral beszélgetünk, miután leadta a szavazatát. Mi a tétje a mai választásoknak Karcag szempontjából? Óriási a tétje, hiszen azt gondolom, hogy Karcag is ugye Magyarország része, tehát mindenképpen döntenünk kell Magyarország jövőjéről. Természetesen ezen belül Karcag jövőjéről is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy azt a fejlődést választjuk, amelyet eddig sikerült elérnünk, és ezen az úton haladunk tovább, és ahogy megszoktuk, ugye Karcag fejlődik, mert fejlődnie kell. Hát remélem, hogy mindenki az alapján dönti el, hogy hova szavaz, hogy fejlődnie kell Karcagnak. Tehát a jövőnk az mindenképpen a fejlődés. Még nincs 9 óra, amikor beszélgetünk, és itt folyamatosan jönnek a Szent Anna-i középiskolába szavazni. Ez azt jelenti, hogy mindenkit érdekel az ország sorsa. Igen, én is úgy látom, hiszen reggel járva a várost azt tapasztaltam, hogy minden szavazókör előtt óriási sorok állnak, rengeteg autó parkol, az időjárás az sajnos olyan, amilyen, tehát nagyon sokan választják azt, hogy nem gyalog, hanem személyi gépkocsival mennek szavazni, de azt látom, igen, hogy a forgalom nagy, nem egy megszokott vasárnap reggeli forgalom az, amely Karcagon, az utakon tapasztalható, úgyhogy azt látom, hogy nagyon nagy a részvételi arány, ez azt mutatja, hogy nagyon sok embert érdekel az, hogy mi lesz Karcag és mi lesz Magyarország jövője. Én arra kérek mindenkit, hogy menjen el szavazni, alaposan gondolja meg azt, hogy mit választ, és hát bízom abban, hogy sikeres lesz ez a választás, és utána ugyanúgy, ahogy eddig is, Karcag azon az úton fog tovább haladni, amelyet elkezdtünk. A munka folytatására kaptunk lehetőséget, mondta a Karcag Televíziónak a választási eredmények ismeretében F. Kovács Sándor, a megye 3. számú választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje. Üdvözlöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét, hiszen a 2022-es választásokon ismételten ön töltheti be ezt a pozíciót. Mit szól a választások eredményéhez? A választások a további munkára adtak megbízást. Már a mai este azon gondolkoztam, hogy melyik utat kell felújítani, melyik intézményt, hol kell járdát építeni,
hol kell utat kátyúzni, mik a feladatok. Ezen a mai is estén én a további munkára kaptam megbízást. Örülök neki, és köszönöm szépen a választóktól. Én igyekszem megszolgálni azt a bizalmat, azt a megbízást, amit ma este kaptam, de ez a munka folytatására szólt. Én köszönöm szépen, a munkát folytatni fogom. Ez az eredmény azt mutatja, hogy többet kell dolgozni. Ennél is többet, még többet, hiszen Karcag és a térsége megérdemli. Karcag és a térségét fejleszteni kell. Én igyekszem minden erőmmel, minden képességemmel az egész ország, és főleg a nagykunság fejlesztésére fordítani. Üdvözlöm dr. Fazekas Sándort, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi minisztert. Itt vagyunk a 2022-es választás eredményvárójában Karcagon. Megszülettek az eredmények, amelyhez ezúton is gratulálunk. Hogyan értékeli? A magyarság határozott döntést hozott, a Fidesz-KDNP eredményesen szerepelt a választáson, és így a karcagi körzetben is közel kétharmados aránya nyert F. Kovács Sándor. Országosan pedig látszik az, hogy a Fidesz-KDNP fogja megalakítani a következő kormányt, tehát Magyarország továbbra is erősödő, gyorsan fejlődő ország lesz, és Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke. Üdvözlöm Szepesi Tibort, Karcagváros polgármesterét. Hogyan értékeli a választás, 2022-es választás elsöprő eredményeit? Nehéz szavakat találni. Én azt gondolom, hogy valahol tudtuk, sejtettük, szívünk mélyén bíztunk abban, hogy sikerül megnyerni ezt a választást. Azt, hogy ekkora arányban, azt reméltük, de amit láttuk az eredményeken, az minden várakozást felülmúlt. F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője lett újabb 4 évre. Hogyan, milyen lesz a közös munka, és mit vár az elkövetkezendő 4 évtől, mint a város vezetője? Én azt gondolom, hogy az elmúlt években tudtuk bizonyítani azt, hogy sikeres az a közös munka, amelyet elkezdtünk, nem csak az elmúlt 2 év, hiszen azt megelőzően is azért képviselő úr nagyon-nagyon sokat tett a városért, annak idején, mint önkormányzati képviselő, mint a megyei közgyűlés elnöke, és a természetesen országgyűlési képviselőként is. És azok az elkezdett fejlesztések, amelyeket közösen kezdtünk, azok is hál' Istennek gyümölcsözőek, beérettek, Karcag fejlődik, hiszen ez volt az alapvető elképzelésünk, hogy egy olyan pályára állítsuk a várost, amely mindenképpen méltó egy nagykunság fővárosához. De azt gondolom, hogy ezen túllépve is az egész nagykunság és az egész Tiszató rengeteget köszönhet annak a munkának, amelyet ő elvégzett a különböző települések érdekében. És mindenképpen meg kell említenem, azt mondom, vagy azt gondolom, hogy ha erről a mai sikerről beszélünk, azt a támogatói csapatot, aki itt is, illetve a környező településeken is ott áll mögöttünk, ott áll ő mögötte, ott áll a polgármesterek mögött, hiszen nélkülük nem sikerült volna ezt az eredményt elérni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!